De vannak ez a munka után, mikor hazajössz, fontos az, hogy egy ilyen nyugodtság, békesség legyen itt? Persze, persze, fontos mindenképpen. Mert ugye ezt azért kérdezem, mert ti ugye nem a kutyákból értek, nem, hanem mind a kettőtöknek ugye. Hát ezek Patricia csak hobbi. Elmondta, hogy kozmetikus, kutya kozmetikus. Te pedig mással foglalkozol. Igen, 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 igen. Nagyon fontos, de hát ugye nem csak a szeretgetés, nem csak a kiállítás tölti ki az időnket, hanem ugye egyáltalán az ellátásuk. Tehát azt is ugyanolyan élvezzük, egy fésülést, átnézegetni őket, körömvágást, fogak tisztítása, tehát esetleg egy fogkövesség van. Meg egyet ugye a helyüket tisztán tartani, udvar tisztán tartani. Hát ugye azért ezzel van elég sok feladat, de ezeket is nagyon szívesen csináljuk. Tehát nálunk azt, hogy reggel 5:30-kor felkelünk, és kutyákat ellátjuk, ez egy nem teher, hanem ez hozzá tartozik most már a mi életünkhöz, és ez egy természetes dolog, tehát nem úgy megyünk ki, hogy jaj, most miért kell kimenni, meg jaj, de rossz, hanem ez nagyon szívesen csináljuk. Hogy egy rövidszűrű fajta így túl sok ápolást nem igényel. Elég, hogyha hetente áttörőjük nedves rongyal, vagy pedig száraz samponnal lefújjuk, és utána jól átkeféljük a bundáját. Hogy a füleket feltétlenül tisztán kell tartani, többször kell ellenőrizni, hogy ne legyenek koszosak és begyulladtak, valamint a szemeket naponta meg kell törölni, esetleg kamillázni. Ki kell nyírni a szőrt, hogyha túlságosan megnő, és a karmokat megfelelő hosszúságúra kell vágni. Legjellegzetesebb része a kutyának maga a fej, tehát egy hosszú fül, aminek a fülnek tovább kell érni az orrahegyénél, ami nagyon kívánatos, hogy az orrnyereg és a koponya rész egyforma legyen, egyforma szögbe álljon, van egy úgynevezett vadászbúbja, ami még a fejen nagyon jellegzetes, hogy a felső lebernyeg az rálóg az alsóra. Egy nagy orrtükör található a kutya orrán. A stopjának azért nem túl erősnek, de mindenképpen határozottnak. Magák a szemek ugye egy kicsit lelógósak, tehát ugye ez is egy ilyen nagyon fajta jellegzetesség. Mivel ugye a kutya az ugye egy nagy test van kis lábakon, tehát ugye elég hosszú, tehát az arányainknak úgy kell lenni, hogy maga a magasság, ahol háromszorosa a hossznak. Nagyon jó kifejezett előmelnek kell lenni, ott a álla alatt vannak ilyen lebernyegek, a nyakának mindenképpen viszonylag hosszúnak kell lenni, a hátsó része egy eléggé izmolt,
ami így csatlakozik a törzshöz. A mellső lábaknak előre kell mutatni, tehát nem kívánatos a franciás végtag, mivel az izületeket terhelni. Egyenes feszes hát, aminek a faroknak a tűzése ugye kövesse a gerinc vonalát. Mindenképpen ugye egy alsó vonal is viszonylag azért határozott, itt vannak ilyen bőrtasakok, a szögeléseinek ugye kívánatos, hogy jók legyenek. Van trikolor és bikolor színekben, és még van a bikolorokon belül ugye kétfélét különböztetünk meg, a red and white-ot és a lemon and white-ot. Lemon and white is sokkal egy világos, nagyon enyhe barna foltok vannak a kutyán. A red and white-nak meg közel olyan sötét színe van, mint ő neki a fejének. Van egy klasszikus trikolor szín, az pedig egy nyerges szín, tehát mondjuk itt ez így fekete, barna végtagok, esetleg egy fehér sállal. Kizárók a túl magas kutya, tehát maximum 38 cm lett, kizárók, hogy a mellső lábak túlságosan franciásak, amivel egy ízületet túlterhelni, és a harapásának komplet és korrektnek kell lennie. Mondhatja el magáról, hogy ő tenyésztő? Hát ezt nagyon nehéz megmondani. Azért kérdeztem. Nagyon nehéz ugye megmondani. Mi magunkat még mindig sokszor inkább hobbi kutyatartónak neveznénk szívesebben. Tehát ahhoz, hogy hogy valaki tenyésztőnek hívja magát, én úgy gondolom, le kell tenni elég sokat az asztalra, és ez nem is tudom neked így megmondani. Nem attól van, ugye, hogy akkor lelket szerezzük ánk. Nem, még véletlenül sem, dehogyis. Hát az, hogy most van az embernek egy kenelneve, van az embernek egy szukája, aminek vannak kölykei, ez nem jelent semmit. Hogyha azok a kölykök bizonyítottak, és azzal a vonallal tovább tudunk dolgozni, és tovább tudunk tenyészteni, akkor már elindultunk egy úton. Na de hát most az, hogy veszünk egy importkutyát, vagy veszünk kettőt, és azt összerakjuk, az még úgymond nem egy óriási tenyésztési dolog. Hány év van most akkor mögöttetek, mikor jött ő először? Hát végül is 2000-ben vásároltuk meg az első kutyánkat, 2002-ben váltottuk ki a kennelnevet, és mindezek ellenére 2005-ben született az első alom nálunk, mivel éjjel-nappal kiállítottuk a kutyákat, nálunk nem az volt a cél, hogy alom jöjjön le. Hát láthatod, hogy most sem, mivel amióta csináljuk, 5 alom volt, és abból volt olyan, ami alomba csak egy kutya született. Meg ahogy tudom, azért minden alomba szinte megtartotok egy csomó kutyát inkább. Hát ezt azért nem lehet, igen, terveztük, de azért az ember látja, hogy ha családtagként akarsz bánni a kutyával, és nem kenelbe szeretnéd tartani, akkor azt nem lehet megoldani. Kinek adsz el szívesen kutyát? Hát ez nagyon nehéz nálunk, gondolom. Mert hát többször is szűrőn kell, hogy átmenjen a leendő vevő, úgyhogy nagyon sok minden kialakul az emberben, amikor például beszélgetek valakivel telefonon. Már szinte szerintem ez ilyen női ösztön, hogy úgy be tudok kérdezni, hogy aztán magam is meglepődök. Na, mik szoktak ilyenek lenni, ilyen kérdések? Hát, amiről mondj egy-két ilyen mondok egy példát. Esetet. Igen. Hívott egy hölgy, egy nagyon kedves hölgy telefonon, érdeklődött a fajta iránt, hogy egész életében erre a fajtára vágyott, és nagyon szeretne egyet. Na most az ember ilyenkor elkezd vele beszélgetni, és nagyon sok minden kiderül. Körülbelül egy 10 perces beszélgetés után megkérdeztem, hogy volt-e már kutyája, mondta, hogy igen, volt, 2 bernáthegyi, az egyik diszpláziás lett, el kellett altatni, a másik kutyának pedig eltört a lába, és olcsóbb volt elaltattatni, mint megműtetni. Mm. Tehát innentől kezdve ugye az a leendő vevő az eleve kibukott, és még nálunk nem is járt. Tehát ezeket az embereket szoktam úgy elmenteni a mobiltelefonon, hogy ennek nem adunk el 1, ennek nem adunk el 2. Sajnos ilyen van, de... És utána még ráadásul ki is derül, hogy már van neki ilyen fajtája, meg olyan fajtája otthon, és még rá is kérdez, hogy melyik megy jobban, most a bikolor vagy a trikolor. Tehát
sajnos ebbe is belefut az ember. De aki már elszánja magát is, eljön ide, és érdeklődik a fajtáról, főleg ha akkor jön el, amikor még alom sincs, akkor azért az már egy komoly vevőnek számít. És aki eddig így eljött, az még elégedetten is távozott. Öregedni? Hát egy olyan 6-7, inkább olyan 7-8 éves korban. Tehát ugye a veterán osztály is a FC-kiált elsők a 8 éves kortól kezdődik. Tehát úgy gondolom, hogy ez olyan 7-7 és fél éves kor. De ez függ azért a tartástól is, tehát hogy milyen táppal etetik, milyen súlyban van a kutya. Milyen mozgás, milyen mozgásra volt neki lehetősége, hát ettől is függ, tehát nagyon büszkék voltunk arra a veterán kiáltásra, hogy többen is megjegyezték, hogy a 8 éves kutyánk milyen fit még, tehát nem is látszik rajta. Hogy érzed ez a 8 évvel ezelőtti döntésed, miszerint ezt a fajtát szeretnéd, jó döntés volt? Persze, mindenképpen, főképp ugye a tenyésztés, ugye az, amiben a szépsége, hogy elgondol az ember egy kutyát, hogy miért szeretne, milyen típusút, milyen csontozatút, milyen színezetűt, és ugye lehetősége van arra, hogy ugye egy ilyen kutyát tudjon tenyészteni, és azért úgy érzem, hogy egyre lépkedünk az a típus fele, amit mi szeretnénk. Neked mit jelentenek ők az életedben? Hát ők nagyon sokat jelentenek, tehát barát, társ, hobbi, szórakozás, tehát lényegében az összes részt, amit egy ember életében bármi is jelenthet. Tehát én nagyon szeretem a kutyákat, főképp azt tetszik bennük, hogy a szemében néznek az embernek, olyan kicsit olyan embertekintetük van, ugye a lelógó szem, és akkor játszanak ők a szemöldökükkel, hogy nézelődnek, és olyan sok mindent ki tudnak fejezni az arcukkal, pedig hát egy kutyáról van szó, tehát de van mimikája a arcoknak. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Miért olyan fajta ez, amit szeretnek a szaporítók? És ez, tudom, hogy neked érzéken pontod, azért teszem így direkte fel a kérdésre. Hát sajnos, azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos egyre felkapottabb a fajta. Egyre nagyobb a divatja. Csak éppen az a probléma, hogy nem kapnak felvilágosítást a leendő gazdik arról, hogy milyen ez a fajta. És ezért aztán a munkánk is több, hiszen a fajta mentést is végezzük a klubban, és rengeteg baszetet kell új helyre elhelyezni. Viszont az emberek nincsenek arra felkészülve, hogy mi jár. Nem hogy a kutyatartással, azzal sem sokszor, de eleve ezzel a fajtával. Mi a célod? Mit szeretnél elérni? Hát én igazság szerint nagy céljaim nincsenek. Boldog szeretnék lenni a kutyáinkkal, boldogan szeretnék élni. Ami kiskutya nálunk van, és ami születik, az legyen egészséges, kerüljön jó helyre, amennyivel új helyre kerül, és nem nálunk marad. Ennyi a célom. Tehát más nem. Most nem mondom azt, hogy úristen, világgyőztet szeretnék, hiszen te tudod a legjobban, hogy ez egy olyan szubjektív dolog, hogy most kinek mi tetszik, és azon a kiállításon egyáltalán hogyan produkálunk. Természetesen minőségi egyedeket szeretnék tenyészteni, minőségi kölyköket és egészségeseket. Nekem mindig az a boldogság, és most lehet furcsán hangzik majd, hogy nem a cím, hanem az, amikor a kutyát úgy be tudod mutatni, ahogy szeretnéd. Ha ez sikerül, hát akkor az már egy főnyeremény. Amikor kijövök a ringből, és azt mondják a kívülállók, hogy hú, nagyon szép volt a kutyád.
Annál több nem kell, én úgy gondolom, egy kutyatartónak, egy kiállítónak, ha más is szépnek tartja a kutyáját. Maradsz a Bajzatownak? Persze, természetesen. Nem célunk fajtát váltani. Hát ugye időközben engem is utolért a szerelem és az őrület a Benny személyébe. Persze az első kutyánkat is első látásra megkedveltem, és tudtam, hogy ez a fajta, ez nekünk való, de engem a szerelem csak egy pár évvel később ért utol, 2003-ban, amikor megvásároltuk Big Ben Dominikot. Igaz, hogy nem érte mentünk, hanem a hugáira, aki szintén, szóval mi kennelünkben van Baby Dominik, de amikor megláttam a kant, hát én teljesen kész lettem, azt mondtam, hogy ez a kutya nekem mindenáron kell, és a leendő gazdája is jött velünk, aki ugyancsak basszett tenyésztő. 3 órát könyörögtem neki, hogy ezt a kutyát adja nekem, mert ez a kutya nekem mindenáron kell. Boldog ember vagy? Persze, természetesen. Hát ennél nagyobb boldogság, de természetesen nálam is van olyan, amikor magam alatt vagyok. Olyan is van, amikor totál padlón vagyok. De hát kijön az ember, leül a kutyák közé, hát látod, hogy mit művelnek veled. Ugrálnak a fejem tetején, húzzák a hajam, puszilgatnak, nyáloznak. Nem telik bele 3 perc, mert fetrengve nevetgélek a földön, mert nem lehet tőlük szomorúnak lenni. Akkora nagy bohócok és olyan energiát adnak az embernek, hogy az valami fantasztikus. We're meant to be, walking through.